Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 14-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai és tervei. Itt gondolhattok valakire a szerelmi élet területén, de ez lehet egy más személy is. A választ erre a kérdésre megadja ez a felső kártya. A hatos szám a múltra utal. Vannak az emlékek. Egy kis nosztalgia benne. Lehet, hogy ő elgondolkozik az ő gyermekkorán, és jönnek az emlékek, viszont az is elképzelhető, hogy ő tervez valamit, ami a gyerekekkel áll összefüggésben, viszont a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és a gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet. Ezt mutatja a napi kártya is, ugyanaz, mint ahogy így az ő gondolataiban ez megjelenik. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzései. Ez a fő papnő adja meg rá a választ, és ő nagyon titokzatos, őrzi az Akasa krónikát, amiben mind az megtalálható, mert le van írva, ami a mi sorsunkra vonatkozik. Sorsdöntő kapcsolatok, sorsdöntő kérdések, sorsdöntő változások. És pontosan ezt mutatja ez a kártya is. A kérdés az volt, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ő mutatja ezt a sorsdöntő változást. És a gyermekek itt ugyanazt mutatják, hogy itt egy új kezdetről lesz szó. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. Természetesen kérhettek tőlem egy személyes jóslást is, a díjam 3500 forint. Ehhez kaptok egy videót név nélkül. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!